Hát, szép estét mindenkinek, aki itthonról nézi. And good morning for anyone watching from Australia. A teljes különbség az időben azt eredményezi, hogy mind Ricsi, mind az ellenfele egy kávé elfogyasztásával kezdett. Ricsi azért, hogy ébren maradjon, ellenfele pedig azért, hogy fölkeljen. Tom Harper, Sebők Rihárd összecsapás. Republik, tehogy is, ezek nem azok, ezek itt a csúnya gonosz terroristák, avagy a lázadók csapnak össze, ahol az egyik oldalt láthatjuk Wedget, Dash-t és Jake-et, míg a másik oldalt Hera, Graven, Kyle és Bentig Two Tubes. A lista rettenetes mennyiségű fókusztokent prezentálnak. Ugye Jake jobb pillanataiban kettőt, de és amikor jó kedve van, akkor ugye abból plusz egyet csinál, úgyhogy hármat, Vegnek is azért egy fókusz egy általában jó, úgyhogy ő is. Úgyhogy négy darab fókusz, míg a másik oldalt Bentig kettővel, a Falcon, a HVK hárommal, a Graven és a Hera egyel, úgyhogy a fókuszok csapájában csúnyán alul marad a magyar oldal, míg azért azt ne felejtsük el, hogy piros kockával legalább csak egy kicsit áll rosszul, hiszen négy kockás Dash, három kockás Wedge és két kockás Jake. Összesen, mintha három darab három kockás hajót prezentálna. Az ellenfél három darab három kockás hajója plusz herája ellen, úgyhogy a számok ellenünk dolgoznak. Viszont a zöld kockában relatíve vékony, hiszen egyetlen egy három kockás ászt játszó Rebel Focus lista, vagy Herattani néven ismert lista, az egy dolog ott nem tud, sokat védekezni. Átlagosan nagyon kevés sebet kapnak be. A kombó, hogyha valaki nem ismerné, és biztosan vagyok benne, hogy valaki nem ismeri, a következő. A lista úgy kezdődik, hogy van Kyle Katarn, aki tud egy fókuszt átpasszolni, megtartja a módikra miatt két fókuszát, tehát hogy egyszerre három fókusz van nála, és majd ebből egyet átad. Van nála egy Jyn Erso, úgyhogy bármikor bárki bármi miatt fókuszt kapna, az átalakulhat evade tokenné, és a title pedig balra és előre is tudja ezt csinálni, amellett, hogy megtartja a fókuszait. Na hát, passzolgathatja ezeket a fókuszokat. Van ezen kívül Bentig Two Tubes, aki a Perceptive Copilot miatt kap magának egy fókuszt, meglepasszol egy fókuszt, amikor fókuszt kap. Kezd kialakulni a kombináció. Emellett van egy héra, aki pedig azt mondja, hogy bármikor egy fókuszt, amikor valaki módosít kockát, azt így hozzávághatja. Úgyhogy gyakorlatilag a pályán lévő fókuszok, azok szabadon ugrálnak a hajók között, és nem négy fókusz van egyszerre a listánál, pláne az első engagementnél. És hogy az egész egy kicsit még izgalmasabb legyen, van itt egy Garven is, aki azt mondja, hogy ha fókuszt költ, akkor azt nem költi el, hanem visszadobja például Herának. Akár egy evéd formájában. Úgyhogy hihetetlenül sok modot tud prezentálni ez a lista. Nagyon sok tiszta módosítást. A másik oldalon a kombó a következő. Jake ad Dashnek egy fókuszt, Dash ebből csinál két fókuszt, mert Jake fókusz akciót ad, a két fókuszával biztonnal pedig duplán lő. Ami azért izgalmas, mert ugye, mint elején a számításban mutattam, alapból számolhattuk volna azt, hogy Ricsi listája alul marad a piros kockákkal, de mivel Dash ezzel a kitjével azt tudja, hogy biztam miatt duplán tud lőni mindaddig, amíg fókuszálva van, lesz kettő darab gyönyörű és boldog fókuszált lövése valamikre. Ez esetleg egy trickshot esetén ez nagyon-nagyon sok kockát jelent. Amikor valakit távolból megküldenek 5 kockával, akkor hiába van vidáman 3-4 zöld kockával, ott keményen költeni kell a különböző modokat, hogy azok ne essenek be. Ez az esélye is Ricsinek, ő erre játszik, hogy egy kicsit túldobja, túllője a Rebel Focus listának a lehetséges védekező opcióit. Ott is van a Voldikról 3 darab fókuszon ül, mert miért ne. Emellett ugye ki kell fordulnia valamennyire Wedge-re, mert szintén hiába vannak modjai. Ha egyetlen egy zöld kockát dobsz, az Wedge ellen nagyon kevés lesz. Úgyhogy még erre is figyelnie kell. Jake pedig itt ebben a listában, ebben a matchupban nem ászként szerepel, hanem abszolút támogató hajóként. Ezt most már egészen sok matchupban láthattuk Ricsinél, hogy Jake-nek semmi más dolga nincsen, csak Dash-nek a fenekét egy kicsit kísérni, vagy izgalmasabb esetekben
Aha, ott jön erre a fókusz. Izgalmasabb esetekben Wedge-nek adja a bónuszokat. Döbbenetes módon a gyakorlatilag mellette lévő dash az range-ben van, úgyhogy megkapja a két fókuszt a baráról miatt. Jake képességből szépen pingelgetik a triggereket. De és tovább halad, ő ugye a legkevésbé sem érdekli, hogy ráhaladt egy debris és így amúgy talán range 3-ba rakja át, nem? Ezt azért ott a hosszabb oldalnál azért az elég meglepő lenne. Megnézzünk egy lokkot, Ricsi is úgy dönt, hogy lássuk, hogy mi történik. Nem. Így van, azért a pálya harmadáig lát csak el ott. Nincsen valid célpont, úgyhogy belokkolja mondjuk azt a debris ott. Ugye balra baráról az itt most annyira nem opció. Jobbrának meg semmi értelme, úgyhogy ott hagyta. Ezután lép a szinte ász Hera, aki sajnos el kell viselni azt, hogy nem az utolsó mozgást prezentálja ebben a körben. Helyette. Tényleg mit csinál? Ó, baráról, nem tetszik neki, hogy a pálya szélén halad. Kicsit bemegy a dolgok sűrűjébe, hogy tovább tartsa aktívan a buborékját. Baráról left. És jöhet. Wedge. Mit teszel, Wedge? Szárnyat nem nyitsz, mert te sem nagyon fogsz ott lövöldözni, és nem akarsz egy pocsotot bekapni, hiszen ha itt egy egyszerű kettő élest fordult, akkor ugyanúgy a biztonságos távolságra van. Baráról pedig nyitott csukott szárnyal ugyanúgy megvan, meglátjuk, hogy mi lesz Ricsinek a döntése. Mi? De hogy... Á, értem. Ezen gondolkozik. Egy pillanatra azt hittem, hogy a tárcsait akarja szetelni az ellenfél, de nem. Csak megnyugtatja Ricsit, hogy jöjjön. A világ összes kapcsolódási problémáját sikerült a játékosnak prezentálja. Először Steamig nem jutott el, aztán a Tabletop szimulátorban szerverig, úgyhogy jönnek a szárnyak, úgyhogy nem volt egy egyszerű történet. Mert azért ez volt már sajnos erre példa, hogy TTS-en, Steam-en, vagy egyéb internet problémák miatt nem működött a legjobban a játék. Mindaddig, amíg tudnak játszani, mi boldogan és mosolyogva vártuk őt, nem volt ebből probléma. Az a baj, hogy ha a baráról a választott akció, akkor biztosan nem fog lőni ebben a körben. Ez még nem baj, mert túl sok minden fordul Wedge-re, és azért azt nem szeretné Wedge, hogy a világ összes fókusszal módosított támadás megérkezzen, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire tudja majd Dash megvédeni. Nem hiszem, hogy itt Jake-re kifordulnának. A kérdés az, hogy Jake mennyire fog kifordulni itt. Ugye az Avin tárcsája az kb. Mindenhova nyitott, pláne így, hogy nincsen egy gramnyi stressze rajta. Vannak opciói. Oh yes. Also, if anyone not yet muted my constant Hungarian, if you have any questions and ask it in English in the chat, we will answer it. Don't worry about it. At least you speak one additional foreign language. Közben a nézőket kérdezném, hogy ők, ti, hogy értékelitek a meccsapot? Mit láttok, amit én nem esetleg? Pláne most, hogy már azért így kezd kialakulni, hogy hol és milyen módon fog megtörténni az első engagement. Ricsinek itt biztos elképzelései vannak. Mondjuk Jake megy egy három éleset. Onnan a baráról már lehet, hogy kiviszi. Nem tudom.
Azon gondolkozom, hogy van-e egyáltalán olyan opció, hogy itt Jake módot adjon. Van-e rá egyáltalán szükség, inkább így kérdezném. Lássuk. Mentik, megáll, nem volt Leia aktiválás. Ugye fontos, hogy a rebellistának rendelkezésére áll még egy Leia Organa is, ami bármikor egy kicsit fehérít a manővereken. És ezt megteszi három körönként, indokolt esetben. Egy ilyen nagyon kis mikrofortress-szerű dolog történik. Úgyhogy itt most Jake-nek amúgy jó esélye van befordulni, lássuk, hogy Richie mit mondott. Nem. Először boostolni fog Jake itt. Megint megpróbálom megjósolni, hogy mi történik, de azért opciók vannak. A bal boost az mindenképpen befér. Jó az a végső pozíció. A jobb barrelról is befér, de nem biztos, hogy range 1. Megnézzük. De. Dash megkapja a két fókuszt. Nem lesz ezt követően viszont boost. Hiszen akkor nem Dash választotta volna. Ez így Jake-nek megfelel, ő nem nagyon akar lövöldözni ebben a körben. Az a baj, hogy mivel megállt bentik és te előrébb mentél, nincs target lockod. Csak messzebb kerültél, Ricsi, úgyhogy. Mi az opció? Barrelról. Még egy fókusz. Miért van még? Forgathat tornyot. Na, az biztosan nem fog megtörténni. Barrelról. Megnézi balra. És van szabad pozíciója, úgyhogy ez így opció is működik. Oda nem mehet. Az neki nem jó. Szolid. Jár érte a stressz. Így van. Azért az csúnya lenne, hogyha ezt fehéren csinálná. Nagy talpas hajó az gyárilag csak ne akarjon itt fehéren barrelrollozni. Hera befordul. Hát szia, Awing, állítja Dash. Ha már csak három fókuszotok van, négy, akkor mi lenne, hogyha egy kicsit lövöldöznénk egymásra? Lehet, hogy ez most meglepte. Abszolút lehet, hogy ez meglepte. Megtörtént az akció, nem kér mást, jöhet Wedge. Wedge pedig befordul verekedni. Kikéri a fókuszt, és Hera lő. Illetve megnézzük, hogy Hera lő-e. Hiszen ott azért nagyon durván Start of Engagement phase-ben Hera kap még egy fókuszt, természetesen. A fókuszból pedig evédet csinál. Range 3, épp hogy két kocka a 3-ba. Jó, hogy primary. Lássuk, hogy köszönöm. Csodálatos emberek vagytok. Nem költ. Köszönöm, Ricsi, hogy dobod a három ivédet feleslegesen, de legalább megmutattad, hogy nagyon kivétted. Ez fontos, mindig dobni kell a kockákkal. Kettő darab opció van. Lőhet Bentikre, aki csak a normál mennyiségű zöld kockáival dob, vagy megpróbálhat Hérára lőni. Nem lőnék Hérára, még ha három hitet dobsz, akkor is a várható sebzésed az persze valahol a nulla és a nagyon kis tört szám között nem túl messze. 3v2. Hibátlan. Ezt így kell dobni. Ez erős kezdés. Lefarag belőle vajon pajzsot? Mondjuk biztosan, hiszen csak két kockával dob.
és Hera átadhat egy fókuszt, vagy egy ivédet, én az ivédet adnám, bár... Ajaj! Lehet, hogy inkább bevállalod, mert nem kéne a dupla dash lövés? Két lövés, két shield, így van, nem adja át. Kiderül, hogy ez jó döntés volt, tehát megnézzük dash-t. Ugye nincs ötös a másik oldalt. Nincs, mert nem Jhin van, hanem Kyle. Jhin. Target rich environment, a lehető legszebb, és semmi sem obstructed. Ez nem tudom eldönteni, hogy jó-e vagy rossz ebben az esetben minden esetre, de esnek ez egy nagyon jó lövéskör. Jónak tűnt az a kis megállás ott, meg az a kis várakozás, de így, hogy Dash baráról volt, így komoly előnyben van Ricsi. Lássuk, hogy ezt tudja is-e hozni. Oh boy! A súlyos. Négy darab hit. Gyönyörű. Hárommal védekezik. Jézusom! Au! Te nem érdemli meg. Szegény. Jeez, igen, ahogy mondod. You're right, mate. Take three. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy ez bizony egy fél bentik. És miért elő biztan? Ugye itt a HVK a jó célpont, de két fókusza van, az sok. Lövi így is. Ugye itt tudjuk, hogy az esetek többségében itt az X-Winget lőni hiba. Két hit. Ez kevés. HVK 3-mal védekezik. Két fókusza van, és még Herától kaphat egy ivédet, nem nagyon kéne ebben sérülnie. Így van. Elköti. Hérának a fókuszát, vagy sajátot? Jó ez így. Igen, mert így Hera még adhat egy fókuszt a visszalövésre Bentiknek. Garven nem lő. És obstructed a visszalövés. Mondjuk jó, oké, stimmel. Három kockás primary megy a négy kockás védekezésbe, legalább megmaradt a fókusz védekezni. Solid, költöd el a fókuszt. Nem kéne. Spent Hera's fókusz. Oh. Oké, okay, Heráról elkölti a fókuszt. Teljesen rendben van. Hit, hit, hit. Négyel védekezik Dash. Kettőt kivéd. Egybe érkezik. Cloud, egy shield. Oké. Okay. Mi itt a célpont? Lehet lőni wedge-et, mert nincs védekezés. De wedge-et lövi. Jó van, helyes. Módosítatlan 3 a módosítatlan 3-ba, hiszen elfogytak az osztható fókuszok. Így. Au. Szép. Nem kéri a dobást. A Bentikből nem sikerült újabb sérüléseket hozni, de a YT2400-asnak az alaplövése is letépett elég sok életet. Ha. Bentik 3 életen. Ez fáj. Ha lejárt választ, még akkor is stresszelve lesz, úgyhogy valószínűtlen, hogy ezt hozza. És azon a pozícióban van, ahol, hogyha ezt követően egy 150-as fordulatot szeretne csinálni, az még sokkal rosszabb. Érdekes lesz. Ugye a Barrel miatt kicsit limitálva vannak Jake-nek az opciói, de kis túlzással Jake itt semmi más nem csinál, csak egy fókuszgépként így adogatja a dupla fókuszokat Dash-nek. Ennek egyetlen egy szépséghibája van, hogy Dash
most sajnos stresszelve van, tehát nem opció Jake-nek ott fókuszpasszolnia neki. Hát itt Dash, nem tudom, előre mehetsz, de minek? Megfordulhatsz jobbra, ami nem egy jó pozíció, de legalább egy picit meglepett, de akkor meg évül hagyod Edge-et. Mivel tud, tényleg, hol van zöld a Outriderem? Kék, pardon. Nem sok. És így erősen limitálva vannak az opciói. Hogy nyilván választhatja azt, hogy marad stresszelve, de a double tap-et én ezen a lista ellen egy másodpercre sem engedném el. Úgyhogy ez a Barrelról bár egy nagyon kedvező első engagementet jelentett Ricsi számára. Kiderül, hogy a második engagementben mennyire büntetik meg itt az agresszió miatt. Rough start, says Totem. It is, but could be worse. So. 52 perc van még hátra a játékból. A XTC folyamán átlagosan 52 perc környékén szokott megtörténni az első lövéskör, nem tudom miért. A profi játékosok óvatosan játszanak, de meglepően gyakran ezt a számot látom. Nem tudom, hogy itt is azért történt egy lövéskör egy kicsit korábban, mert mind Wedge, mind Dash nagyon agresszív volt. Független attól amúgy, hogy hány lépésbe jutnak el eddig a körig. Úgyhogy a játékosok tempója az most egy picit gyorsabb. A játék tempója inkább, mint a játékosoké. Tárcsát beállítva, lássuk, mi fog történni. Nagyon tetszik Dashnek a kis távjátlokja. Igen, Richie-nek itt egy jóval nehezebb helyzete van. Úgyhogy ő neki itt most keményen gondolkoznia kell. Gyorsan rápillantunk, hogy de sem szeretné még egy kicsit korrigálni. Lássuk, mi történik. Szisztemfázis. Nincs szisztemfázis. Pentik letakarítja magáról a stresszt az előrehaladással. Kiváló rebel és vagy resistance manőver egyelőre. Kéken. Egyet neki, egyet Hérának. Ő egy ilyen pozitív karakter ebben a történetben. Az akció itt is fókusz. Azzal, hogy Dash azt mondta, hogy ő itt már pedig balra megy, ezzel amúgy viszonylag jól belekényszerítette a Rebel Jousting blokkot abba, hogy erre felé haladjon. Semmi meglepőt nem lép, de nem kell meglepőt lépnie. Neki ez így egy megfelelő engagement lesz. Szia Jake! Mit szeretnél csinálni? Mesélj! A Barrelról nem fér be, boostol. Kikéri a fókuszt. Jó. Hát a boostra már nem linkez boostot, úgyhogy ez ennyi volt. De és tovább halad. Oh, hello! I can obstructed lövés, der, állítja Dash. Kikéri a dupla fókuszt. És lássuk Hérát.
Miért? Az szándékos? Az lehet, hogy szándékos. Pezsnek is van egy előréje. Ugye tudjuk, hogy ebben a meccsapban Vezsnek egyetlen egy dolga van, több pontot lerobbantani a másik listáról, mint 54. Mert nagyon aktívan részt vett a 61 pontos Bentiknek a lefelezésében, eddig jól csinálja. Ér a Vezs elő. Két kocka a kettőbe. Start of engagement. Kiadja. Ja. Így Herának megvan a fókuszi védje. Nem biztos, hogy nem copy-paste-en van neki ez a esemény. De kire? Minden range-ben van, nem kérdés. Vegyet kell itt lenőni. Igen, Vegyet kell itt lenőni. Lássuk, hogy Vegy kap-e tárgyat lokkot a teljes ellenfél csapattól. Hit, hit, hit. Két hit. Srácok, nehezen múljon, ha olyan van, hogy kidobtok. Hát, mindegy. Tartják magukat a streamhez, dobják ott. Így is, úgy is mindegy, szerencsére. Hip. Hát, target lockok. Úgy mindennel. Nem kérdés, sajnos. Abból a szempontból nem annyira kellemetlen, hogy ez a Bentik, az lehetséges, hogy eltűnik, mire ezt a target lockot használná. Amúgy nyilván range 3-ban vagy, de a felség kedvéért kérsz egy 3-ast ott. Így van, bőségesen. Legalább tudod, hogy a visszalövés is opció. Tetszik a kis szett, amit ott összeszedett, így des. Na, Vegy. Helyes. Na, Vegy. Következő a feladatod. Három kockából négy hitet kéne dobni a veled szemben álló Bentikre. Természetesen Bentik a célpont. 3-1-be. Költöd a fókuszt. Töltened kell a fókuszt. A blankel leesett. Nem tud blankel, hiszen Heránál van évéd. Nem tud leesni. Így is jó. Két hit még. Egy életen áll. Lássuk dest. Obstructed range 2, Bentik. Egyszer. Így van. Ez annyit jelent, hogy 5 kocka fog érkezni Bentik 3 kockájába. Így van. Rickshot. Ez elég. Nem, nem biztos, hogy elég. 3-mal védekezik. Ja nem, elég, bocsánat. Na, szóval ezt mondtam, hogy ezt tudja de standard csinálni. Több kockát dob, mint amennyi védekező kocka van. Ez most így mindet kivéthetné, hogyha szeretné, költhetne fókuszt, de minek? Így is meghalsz.
tiltékszem, van, és ez, ha jól számolom, elégséges. Úgyhogy az ötös lövéskor végén elbúcsúzunk Bentiktől. Öt élete van, öt hit van rajta. Így van. Dead. You're right. It's dead. A következő lövésed, Deshawn Kyle. Ugye? Így van. Nyilvánvalóan gázcloudon keresztül. Elkölt egy gázcloudot és elkölt egy ivédet. Itt is ötöt kellett volna dobni, Ricsi, hát nem, bocsánat, itt ötöt kellett volna dobni, Ricsi, hát nem figyelsz. Nincs lejja. Ebben a körben ijesztésből akkor is elnyomtam volna leját. Rommá módosított kocka érkezik Vegsbe. Vegsnek még azért egy félhajót le kéne szedni, hogy jól érezze magát. Eddig jó, target lock. Költi. Alkalomattán Bentiknek a lokját szedjétek le róla, de mindegy. Éj! Ez szomor. Ez nem az az eredmény, amit ott látni akart egy duplán módosított kockától. Becsúszik-e még így is? Nem. Kivédi. Na, ez már azért hihetőbb. Elkölti Hérának a fókuszát. Három hit. És a védekezésnél a kettőbe is csúszik itt. Ez is lehetett volna sokkal rosszabb. Elveszti az összes pajzsát. Az egy fél wedge lehetett volna. Szegény Jake nem nagyon vett még részt ebben a körben. Elbúcsúztunk Bentiknek a target lockjától. Hát itt van, innentől viszont tudjuk, hogyha valaki úgy döntene, hogy Rebel Beefnek az új verziójával játszik. A trükk a következő, nem egy semmivel szembe, aminek öt kockája van, és akkor jó vagy. Nevetséges mennyiségű sérülést tud ez a lista megenni, hogyha kisebb támadások érkeznek felé. Vagy kiosztani. Egy egészen szomorú lövéskör volt. A Kyle sem feltétlenül szeretett volna. De Kyle-nak jó volt. A Gravennek a lövése az azt hiszem várt alatt teljesített a dupla moddal bőven. Mennyi az? Igen, 1,7 várható sérülés helyett okozott nullát.
Azért az szomorú. De a többi lövéstén a moddolt kockák moddolt kockaként sérüléseket okoznak, tehát nincsen nagy probléma. Fura amúgy, hogy Hérának a Tretrészerje az nem bizonyult elég értékesnek. Jó, ehhez kellett, hogy bentik lehessen. Ehhez nagyon kellett, hogy bentik lehessen. És azért az ott akár fönn is maradhatott volna. De Dash megdobta, amit meg kell dobni, és Wedge is megdobta, amit meg kell dobnia. Azért három életet két lövésből le lehet szedni. Még akkor is, ha sok védelmed van, és sok modod. Én elgondolkoztam volna rajta, hogy adok Bentiknek itt két ivédet. Tehát a Kalkatarni védet is neki adom, és Herának a fókuszát is evétként neki adom. Nem tudom, hogy itt elég lett volna, lehet, hogy amúgy nem, de ez egy opció lett volna. Ebből a szempontból nagyon izgalmas ez a rebellista, mert nagyon sokat kell gondolkozni azon, hogy milyen módon passzolgatod a tokeneket, mert azért van limitáció, hogy kire mit raksz. Határozottan döntési helyzet, hogy hova összpontosítod őket. Hiszen egyet ad Kyle, és Hera egyesével adja a tokenjeit. Mivel Ricsitől most már láttam két kockás dest, itt volt az ideje, hogy mutassa, hogy ezt öttel is tud dobni. Harminchét perc van hátra, elmúltak a system fázisban történhető dolgok, úgyhogy a Rebel Beef egyszerűen csak megindul. Következetesen a egyelőre kékeket gyanútlan ellenfelével szemben. Pohér legyen a Bentig is ezt teszi. Bentig Graven. Jake-nek itt lett elege abból, hogy nem vesz részt a harcban. Megnézze egy barárolt. Megnéz egy boostot. Nagyon érdekes dolgok között lehet válogatni. Nem, a boost az nem jó. Azt nem tudja linkelni. Vagy lassút játszol. Aha. Igen. Hova a fókusz? Magadra vagy Dash-re? De Jake képesség magára adja. Akkor viszont lehet, hogy Wedge kapja. Mindjárt nézzünk egy range egyet. Ezért jár a stressz. Dash kapja, jó. Semmi vad. Akkor a várható dolgot lépte azért így Jake is. Nem próbált meglepőt lépni, Ricsi. Nem egy rossz helyzet. Tökéletesen működik. Hogy mi? Ja, persze. Donut. Ha véletlenül valami miatt az ellenfél túl közel kerül a 2400-ashoz, akkor négy helyet három kockával dobálózik. Ez nem akkora buli. Úgyhogy inkább kifordult, hogy ez a közeljövőben ne forduljon elő, és így a Jake fókusz miatt be tudott fordulni. Hera annyira megijeszti Jake-et, hogy Jake azonnal fölrakja a kimaradt stressz tokent, és lehet, hogy ott Wedge-nek valami, nem tudom, mit lép. K4, így van. Meg kellett próbálni a K-turnt, nem jött össze. Hát inkább, mint hogy neki csavar valaminek, így viszont egyedül az X-Wing fog lőni az X-Wingre, és talán vissza is. Ezt nézzük meg közelről. Aha, igen. Hát, lövésfázis. Kikapja a tokent. Héra kapja a tokent és ivét token formájában. Fókusz evéd a fókuszba. 3 a 3-ba. Primary. Persze, hogy primary.
Igen. Köszi, Ricsi. Egyet dobjunk újra, légy szíves. Meg is van. Na. Egy. Nem zöld. Védekezésre használja. Csak tankosan. Óha, elég. Jake-nek költenie kell a fókuszt. Nem, egy shield. Jake is agresszív. Ajajaj, gyerekek, hát itt kőkemény összecsapás van. Itt nem arra való a fókusz, hogy itt ilyen védekező kockákra elhasználjuk. Négy az egybe. Na, Vegs, mutasd, mit tudsz. Ezért gondolkoztam azon, hogy megkapja a fókusz tokent Jake-től. De ha nem jön be a 4K, akkor előfordulhat, hogy nem lő. Kellett volna, hiszen egyetlen kitett gurit. Ki is védi. Mennyivel jobb a nulla seb, mint egy fél hajó, nem? De majd dash dupla lövéssel fájni fog. Mi? Mi? Igen. Ne siessünk. Nem értettem. Most már értem. A helyzet a következő. Csak Herára tud lőni. De legalább van egy fókusza. 4-4-be. 3-7. Súlyos. Herának megvannak még a védőkockái. Elvileg itt is valami törzszáma várható sebzés. Gyakorlatilag evédet kell költeni, és azt az ivéret viszont elköltöd. Így van. Safe. Hera nem akar sérülni itt. Dash által nincs több lövés. Jake lőtt már? Hogyan van? Nem, ő is 4-es, bocsánat. 4v2. Hibátlan. Félelmetes, hogy rólnak veszi. Így nem lesznek pontosak a dájstatok. Aha. Elköltesz egy van fókusz még? Van. Hérem még van fókusz, úgyhogy elkölti a héra fókuszt, aztán vissza és adja bárminek. Nem. Újra dob egy kockát. Tök jogos. Jézusom. Jó. Hát, de az... Miért dobsz mindent újra? Oké, hogy szerencséd van, de így adhattál volna hérának még egy fókuszt. És akkor Kájnak meg lett volna a duplája. Na mindegy. Ne sajnálkozzunk azért, mert hibázik az ellenfél. Mégiscsak magyar kaszter vagyok. Nem? Egy hit, egy krit. A krit pedig... Mi? Három. Így van. Két hit. Bocsánat, nem bírok számolni. Loose stabilizer. Rettenetes. Vejtsd, neked ott nem jó. Ugye? Itt még van egy lövés. Ja, hello, Praket! Oh, hello! Oh, hello! Ez egyértelműen Kai Katart éri. Egy 5 kockás támadás, 5v2 proton torpedó. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy Jake-en van egy proton. Ez fájni fog. Mennyire az mindjárt kiderül. Elégségesen. Kettő a várható hit amúgy, mielőtt még bárki meglepődne a jó vagy rossz dobásokon. Ehhez normál esetben költenie kéne dolgokat, de itt inkább költés nélkül hozza össze. Meglepő módon ennyi tokennél, hiszen a Hera tokennel ez fókusz evédnek számított, ez volt a várható, hogy két sebet visz be. Úgyhogy az átlagot tartjuk szépen, Kyle elveszti a pajzsait, fél pontot még nem ad. És ugye, amint említettem, hogy itt most lehetne dupla fókusz tokenje, úgyhogy a következő körben... Mi? Hé! Hey. Jaj, nem lő. Nem volt range-ben. Ó! Akkor viszont semmi. Akkor jól csinált. Azt hittem, hogy Kyle-nak még van egy lövése, amiben mondhatja azt, hogy
kap egy módosítást Herától. Tévedtem? Mea culpa. Na jó, de az ingyen fókuszt akkor is elköltjük, nem? A teljes Bentinck lerobbantásával 61 ponttal vezet Ricsi, míg az általa elvesztett fél wedge-el 27 pont van Tom Harpernél. Az úgy elég. Ha valaki most kapcsolódott volna be, rettentő fura időpontban játszunk, hiszen a 22 órás kezdés a reggel 6 órás kezdéssel találkozik. Úgyhogy mind a két játékosnak oka volt kávéfogyasztásra. Fél óra van még hátra. Nagyon sok minden történhet. Jake abba hagyta a fókuszgépként való létezést Dashhez képest, ami szomorú, mert Dashnek így nincs nagyon lehetősége arra, hogy... De van, hogy fordul az a haja. Nem. Az... Azt ott én nem merném megpróbálni, azt szerintem kiviszi. Hát meglátjuk. Tehát még ezért azt hiszem, gondolkoztam, hogy meglepőt húzhat a dash, de nem fog. Ő ott fordul. Hogy mekkorát fordul és hova, azt meg majd Ricsi hozzáértése majd hozza. Eldönthet úgy, hogy maradott a clusterben. Ütközéssel is, meg mindennel. Egy fókusza van, ami az nem elég, nem rossz. Lehetne két fókusszal derben költött volna, de túl sokat rugózok ezen. Pécs nem tud megfordulni. Ez ugye nagyon rossz neki. Garland, ha csak nem találja ki, hogy ő ott már pedig meg akar fordulni. Mondjuk megtehet. Viszont kevés problémával megtehet. Amelyet követően, hogyha azt mondja a HVK, hogy ott marad, akkor nagyon kevés lövése lesz Ricsinek. Van ennél jobb opció? Hogy van-e rosszabb? Meglátjuk. Ezt a wedge-et azt le kell lőni. És azért az a loose stabilizer nagyon nem kellett volna neki. Kifordul. Mindenképpen előre kell mennie. Különben meghal konkrétan, tehát hogy az egy annyira előre mozgó wedge lesz, amennyire csak egy wedge előre mozoghat. Megfordul csak nem 4-gyel, hanem 3-mal. Teljesen jó. Ha, opció. Jár a stressz. Lássuk, Jake, mit teszel. Bárcsak V1-es lenned és lenne kék élesed, de nincs. Előre mész. Fókusz nem tudsz passzolni, mert wedge. Mert wedge, és a boostból már nem linkez boostot, úgyhogy az annyi. Van egyértelműen értelme megforgatni, gondolkozik éppen Ricsi, hiszen megy majd befele, de aztán rájön, hogy a vérben lenne hérára, azért rá kell lőni. Erre azt mondja, hogy jump, de nem megy oda.
Ugye, hogy hagyta volna előre is, arra számít, hogy nem lő ebben a körben, és akkor utána befordul, de ezekkel a nagy talpas hajókkal sokkal kényelmesebb oldalra fordított tűzivel repkedni. Sokkal a jobb szabadságod van. Most például a három balra elnye. Azt követően, kérlek, kikéri a fókuszt. Wedge hányas előrét választott. Na-na, az egy sikertelen akció. Gyors endu. Stressz azért jár. Beférhetett volna, de ez nem az a játék. Amúgy miért teszi ezt? Hát, ha egy előrét megy Wedge. Na, kiderül. Szárnyak nyitva, szárnyak becsukva. Pusztulni szeretne. Na ne, az befér. De jó. Ha! Ah, opcióid vannak Wedge menekülésre. Tudsz pusztolni. Merre pusztolsz? Balra elpusztolsz. Hát, ha a két kockás hérát túléled. Jó opció. És hát, ha három kockára növeled a védekezést a Kyle ellen. Tetszik? Ebben a körben Ricsi nem akar és nem is fog lőni. Garvan megkapja a kötelező fókuszát. És hér elő. Sajnos az obstrukciót éppen megúszva. Nem semmi. Kettő a kettőbe. Szolid. És a védekező kocka. Ott egy blank. Ki a wedge. Meg kellett próbálni. Ötvennégy-hatvanegy. Fordíthat a herattani. Több szempontból nem értek egyet a menekülő Dasher itt. Sajnos meg is büntette nem lövéssel a másik lista. Meglátjuk, hogy mit lehet ebből hozni. Három a négybe. Fókusz véd. Kettő hit. Költöd? Költöd. Így, 2-3-ba. Nincs három bónusz. Egy darab hit. Ott a festék. Na, dobhatsz még egyet, de mindegy. Nem. Szép. Nem volt nagyobb büntetés. Kellemetlenül messze vannak egymástól a hajók. Valahol gyönyörű, hogy cirka 13 ezer kilométerre egymástól a játékosok ugyanazt a játékot játsszák.
Egy darab virtuális asztalnál. Azért király ez a TTS. Világversenyért nem mindenki utazna 13.000 kilométert. Szóval, Des, mondom a dolgodat. Menjél, és lőjél le dolgokat. Ha nem, bajban vagy. 8 pont kell Tom Harpernek ahhoz, hogy átvegye a vezetést. Ez ugye gyakorlatilag bármi. 1 pont Jake-be, 20 pont. Három sebb Jake-be, az meg 39. Elég súlyos. Nagyon komoly előny, hogy Kyle Katarn még ott életben van. Ugye egy rossz dobással akár leeshetett volna, de mint említettem, a matematikai átlagot sikerült kidobniuk az összecsapástán. Kyle megy. Kyle busztal. Ez nem az Engine Upgrade-es HVK, úgyhogy azért jár egy stressz. Kicsi agresszív. Kárven egyes éles, bő, enyhe. Legyógyulja a stresszt. Meg is vagyunk. Jöhet Jake, aki több meglepő módon elfordul jobbra. Léci. Léci. Ricsi, te egy csodálatos ember vagy. Ricsi, te két csodálatos ember vagy. A nézők számára, ha fókusz az akciód, akkor ne legyenek nyitva a szárnyaid, ne legyenek csukva a szárnyaid. Igen, az elő szokott fordulni, hogy más van a... Jó, ebben megegyezhetnek. Ricsi szerint sincs értelme annak, hogy ez a szárnyazat nyitva legyen. Az ellenfél azt állítja, hogy nála bizony ők nyitva vannak. Megegyezhetnek abban, hogy ez nyitva van. Mit mond a modell? A modell is csukva mutatja, úgyhogy elég fura. Ezért érdemes amúgy a modellt használni, és a modellt referenciának is használni, és használni a kis nyitós csukós történetet, mert nem voltál bátor, Ricsi, pedig egy mennyire zseniális lett volna ott az egy éles. Focus boost természetesen, mert onnan ki kell boostolni. Már meg is történik a balra boost. És kis szerencsével meg helyre is blokkolja. Még kisebb szerencsével azért, de már ott nem akar obstructedet lő. Na ezért nem voltam benne biztos, hogy a torony megfordítása egy jó dönt. Mi? De mi? Ráérsz? Vagy abban bízol, hogy nem tudom. Ráérsz. Arra számítasz, hogy úgyis messzebb megy. Oké. Okay. Nevelő célzatú blokk hátrafelé. És gyanús nekem, hogy a három az már nem kék azon. Úgyhogy stresszelve van. Engagement eleje. Igen, a hármas már kék. Hát nem igaz. Elmegy. De azért obstructed. Jól van, megnyugodtam. Három kocka.
Szép. Illetve, ha csak szemeket dob, akkor költenie kell a fókuszt. Igen. Három hit. Ez már így nem szép. És átadja Kyle-nak. Keveslem. Mindig keveslem. Úgy. Nem mintha számítana, de egy kicsit jobban hangzik. Kyle. Range 2. Kellemetlen. Éppen, hogy range 2. Igazán izgi legyen. Jake itt menekül. Jake-nek itt az a dolga, hogy meneküljön. Természetesen költi. Két hit. Jake 3-mal védekezik. Van elég festék. Kivédi. Oj. Safe. No hits there. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kör volt Ricsi számára, mert az eddig teljesen rágva lévő csapatát rendbe tudja rakni. Egy gyors overlay ellenőrzés. Hera egy részölt vesztett. Garven érintetlen. A HVK-ról hiányoznak a pajzsok, Bentikről pedig hiányzik a pályáról. Másik oldalt Jake-ről egy pajzs, Dash-ről egy pajzs, így még három van neki, Vecs pedig hiányzik a pályáról. Minden stimmel, és ne felejtsük el, hogy egy darab Tetris és egy darab Proton rakéta már ki van lőve. Így teljes. Nem az a kérdés, hogy Jake menekül, hanem hogy merre és mennyire. Ha azt elítja itt Jake, hogy három enyhe, nem, az nem, az kék. Hogyan van, mi a kék ezen? Mindjárt meg tudjuk, de nem, kettő kék csak. Szóval, ha eddig oké, okay. Le kell szedni a stresszt. Van egy fókuszot, ha minden igaz. Most már kettő. Toronyforgatás nincs. Tervem be volt verekedni. Nem lepődtem meg, de... De az volt a kérdésem, hogy mekkorát kéne mennie, mert ha hármat ment volna, akkor onnan tudott volna baráról rollolni. Viszont a kettő az ahhoz kevés, és a stressz miatt itt ugye nem opció az, hogy... Pusz le fókusz, csak az akció. Nincs testnek dolgok adása, de így legalább az egyes fordulat tiszta. Test pedig befordul és azt mondja, hogy dupla fókusz. Súti, súti. Jó, Hera meg kettő éles. Nem kellett túl gondolnia.
Nincs rajta semmi. Ebből a semmiből csinálhat mondjuk egy fókuszpusztot. Ha kicsit bátor, ha nem, akkor csak egy sima fókuszt. Ivéd a választási lehetőség szintén működik. És mindjárt kiderül, hogy ugye ott egy engagement fázis elején egy kérdés, hogy az ágban van-e? Igen, ágban van. Kárván meg végképp ágban van. Nincs kettő. Négy kocka a kettőbe. Három hit. Költi a fókuszt. Jó, hogy. Biztos hitért költeni kell a biztos fókuszt. Egy hit. Elvesznek pajzsot. Kettőre a fiatal. Des, szintén range. Rettenet. És azt hiszem már nincsen lokja. Na, no, kivédi. Nem kellenek itt a hitek. Kai nem tud lőni. Jake pedig, hát nem az, aki. Elbúcsúzunk egy ivéttől és két fókusztól. Mennyire lehet itt Richie agresszív? Mondhatja az Jake-kel, hogy balra befordul. Az oké, okay, az benne van. Sőt, utána még mondhat fókusz boostot is, hogyha nagyon jól érzi magát. De... Ez egy izgalmas szó, hogy ezt nézzük meg. Aha. Vannak opciói. Ha Dash azt mondja, hogy itt most fordul, akkor veszélyezteti azt, hogy nagyon jó lövések érkezzenek rá. Hátra van még 5 perc. Szerintem itt Ricsi menekül. Azt nem tudom mennyire. Szerintem itt Ricsi menekül, és esetleg Jake verekszik. Esetleg. Nem szeretne. Igazából azzal se. Félelmetes. Pont fordítva van. Na mindegy. Bevallom őszintén, nem értem ezt az irányt. Abban bízik, hogy el tudja kapni Jake-et. Na, lássuk, hogy Jake mit lép. Boostol balra, csukva a szárnyai, kapja a stresszt. Uta pontok után, értem. Ha előre megy Jake, akkor
Nem jó, ha balra megy Jake. Nem jó. Körrel később jó leszel, és legalább dashből kimenekülsz. Aha, működik. Jake-ot semmilyen szempontból semmiképpen nem szeretne lövéseket bekapni, úgyhogy egy Barrero boost-tal kimenekül. Közben megkapja magának a szépen a kis fókuszát. Sőt, még a boost se biztos. De, jó van. Azért az ott van, annak azért ott kell lennie. Kis linkelt akció. Sőt, nem is linkelt akció. Dash pedig jókolója le, hogy itt Jake-re rámenés fog történni, úgyhogy jobbra fordul. Hova megy Jéra? Aha, oké. Okay. Ja, jelen van, ez így lehet. Retteg egy kicsit Dashnek a target lockjától, de így, hogy pontosan látja azt, hogy Dash mögötte van, így annyira nem aggódik. Megnézzük a range 3 lövést. Megnézzük, hogy range 3-ban lövi-e. Ott ugye az eléggé a szélén mozog. No Kyle. Nincs. Jobb. Minek is. Ugye széthúzta a beefet. Ezen a ponton valószínűleg ez jó döntés is. Hát, tárcsák, és utolsó vagy esetleg, ha nincs lövéskör, utolsó előtti kör, de no herark. Nem, ennyi. Ez tárcsák. Hogy igazán szórakoztató legyen, Jake már megint rosszkor van stresszelve. Úgyhogy megint limitálja a kis manővereit. De a bal kettő enyhe Barrelról kapja a fókuszt, boost, dash meg megfordul kombóhoz, nem rossz, csak nem rögve, de biztos, hogy hasznos. Mondjuk utána a dash befordul, és nagyon fenyegető árkot prezentál mindenkire, aki azt mondja, hogy Jake-et szeretné bántani. Meglátjuk. Nagyon kevés ideje van Tom Harpernek itt pontokat hoznia, úgyhogy meg kell próbálni, a 2 perc van még hátra a játékból. Továbbra is 7 pont Ricsi előnye. Ez 200-ból nem hangzik jól. Érdekes lesz ez az utolsó kör. Másfél perc, hát én nem tudnám másfél perc alatt ezt a kört lezavarni, úgyhogy gyanítom, hogy már még egy tárcsázást nem látunk. Garven ez foly letak pozícióban, befordul, ennyi, stresszelve nem is csinál mást. Igen, turn left 2, éles bal. A továbbiakban nem kérem a... Ha? Mi, hogy mi? Hogyan? Miért? Miért? Félsz, hogy egy jobb szektűd lövést lefelezi dást, vagy bámpolsz, és az nem jó? Nem tudom. Na mindegy, majd ha leér a kávé, meg minden, majd megbeszélhetjük ezt. Így van, lejárt az idő, utolsó kör. Ezért volt ez számomra fura döntés. Ezért egy nagyon obstructive lövés, még ezért ott érkezni fog.
Kárven tőlem, ha lekapar egy pajzsot, de Jake-ről akkor... Miről gondolkozol? Van két fókuszod. Kérhetsz egy target lockot, de nem vagy range-ben. Megfordíthattad volna hátra. Hát megvan az esély, hogy egyenlítsen az ausztrál játékos. Határozottan megvan az esély. Ugye öt előrébb ment, úgyhogy az a stressz az nem stressz, nem mehet be az YT2400-a sárkjába. Nem opció. Kis túlzásra ezért választottam volna inkább a bumpot. Ó, hogy ne. Ezen gondolkozz is, ez nem egy egyszerű helyzet. Píkeljünk egy picit. Szerintem ez... Lehet, hogy éppen hármad van. Mit mond a képdés nézet? Aha. Bármilyen manőver, ami jobbra történik, az tuti, hogy dashnek az árkjában lesz. 100%, nem kérdés. Ha balra boostolsz... Igen, abban bízik, hogy egyáltalán nincsen árkban. Ricsi is abban bízik, csak az elekezőjében. Jó lesz. És hogy igazán jó legyen, mi se tudjuk. De szívesen behúznék egy vonalat. Na jó. Csak fókusz. Szerintem jól döntött. Szerintem nincs árkban. Megkapja Darwin a fókuszt. Ha megkarcolja a Jake-et, akkor bajban vagyunk. Ő is meg akarja karcolni Jake-et. Mindenki Jake-et akarja megkarcolni. Hát szomorú. Két kocka a háromba. Két hit. Elég. Ne felejtsük, hogy Ricsinek volt egy agresszív fókusza itt. El kell költened a fókuszt. Nem is gondolkozik rajta. Három ivéd. Tiszta. És nézzük Dash-t, aki nem lő. Ugye nem forgatott árkot. Így van. Messze nincsen árkban. Meg kellett volna hátra fordítani. Helyes volt a gondolkozás rajta. A játék utolsó előtti lövése. Nagyon egyszerű a matek. Négy zöld kockába lő, három piros kocka fókusszal módosítva. Egy darab hitet kell átlőni a pajzson. Ez nem elég. Ha most Jake négy darab szemet dob, akkor nem nyert Ricsi. Ez nem négy darab szem. Gratulálunk Ricsinek! Ah, igen. Meg lehetett volna. Határozottan. De jó, hogy most belehallgathatunk a szöveges csetbe. Egy darab hit. Az pont nem elég ahhoz, hogy... Ja, de! Nem, nem elég. De, hogy is. És ki is védi. Ennyi a vége.